Szeretettel köszöntlek mindannyiutokat ezen a szép délelőtti órán. És a következőben egy olyan kérdéskörről szeretnék veletek gondolkodni, ami, hát ha úgy tetszik, mindannyiunk számára egy fontos téma. A megközelítés módja az mégis, hát főleg az adventizmusban fog gyökerezni, mert nagyon sok ellenvágyi idézetet szeretnék a mai délelőttön veletek átgondolni. Két konkrét bizonságtételt segítségül hívva, és majd a Gondolatok a hegyi beszédéről című könyvből is idézve. A könyv, ami alapján, illetve a bizonságtételek, ami alapján gondolkodnánk, az a Kiben bízhatunk első kötete. Ez egy olyan négy részes sorozat, ami a 88-as eseményekkel foglalkozik, és egy olyan időszakból vannak a bizonságtételek, ahol elég sok feszültség, elég sok konfliktus feszült egymásnak az egyházon belül. És tulajdonképpen ezt a címet is adtam a mai délelőttnek, hogy mit tanít Ellen White a konfliktus rendezésről? Mit tanít a Biblia a konfliktus rendezésről? Hogyan tudunk ehhez mi is kapcsolódni bizonyos szempontból? És nyilván nem a teljesség igénye alapján szeretném, hogy ezt a kérdést átgondolnánk, mert erre kevés egy 30-40 perc. Én arra bátorítalak benneteket, hogy gondoljátok majd tovább mindazt, amit most el fogok mondani. Lesznek benne személyes tapasztalataim is, lesznek benne olyan konkrét kijelentések, amik szerintem a tovább gondolást tudják erősíteni. A bevezetésnél maradva azon gondolkodtam, hogy kívülről szemlélve az emberek rólunk adventistákról mit gondolhatnak. Hát, ha valaki csak kívülről találkozik velünk, akkor mik azok az alapvető kérdések, amik felmerülhetnek bennük velünk kapcsolatosan. Az egyik szerintem az, hogy azt láthatják sokszor rajtunk, hogy nekünk kiemelten fontosak a hitünknek bizonyos gyakorlati cselekedetei. Például hangsúlyozzuk a törvény örök érvényűségét. Elmondjuk, hogy az ige az örök érvényű, és kiemeljük konkrétan a negyedik parancsolatot. Tisztán táplálkozunk, próbálunk odafigyelni az életmódbeli alapelvekre. Tanítjuk azt, hogy a tökéletesség az Krisztusban egy elérhető cél és valóság, hogy megszentelődhetünk. És kívülről nézve én azt gondolom, hogy ez tűnhet törvényeskedőnek vagy farizeusinak, és meg is kapjuk néha ezeket a címkéket. Aztán azon is gondolkodtam, hogy amikor Ellen White-ék Krisztust várták 1843-44-ben, akkor mit tudtak ezekről a most már alapvető hitelveinkről? Mit tudtak ők a tiszta, helyes életmódról? Mit tudtak a szombat igazságáról? Vagy mit tanítottak a megszentelődésről, vagy Krisztus főpapi szolgálatáról? Hát szinte semmit nem tudtak. És azon gondolkodtam, hogy miért mondja azt Ellen White mégis, hogy számára ezek a Krisztusváró évek voltak az életének a legszebb tapasztalatai. Ezt leírja többször is, biztos, ha olvastatok már ti is ilyen bizonságtételeket. Tehát mi volt az, amit akkor Ellen White megélt, vagy megéltek az advent várók, és mi az, ami esetleg később megkopott az ő életükből, vagy megkophat a miénkből is. És a kérdés költőit is tudjátok, Krisztus volt a középpontban. És mivel Krisztus volt a középpontban, ezért minden emberi, minden olyan feszültség, minden olyan probléma, ami be tudta volna árnyékolni testvérrel való kapcsolatát, vagy testvér Istennel való kapcsolatát, tudott távozni, vagy nagyon marginálisan volt csak jelen a testvéri közösségben. És mivel Krisztus volt a középpontban, és a dicsőséges második eljövetele, ez nagyon sok pozitív gyümölcsöt termett. És én azt gondolom, hogy ha ez működött, akkor ez működik ma is. Tehát a konfliktus helyzetekben, a konfliktusos szituációkban a lehető legjobb irány az, hogyha Krisztusra fókuszálunk, és arra, hogy ő nem sokára érkezik. Persze, amit mondtam, ezzel nem mondtam semmi ügyet, ez mindenkinek evidencia. Ami mégis elgondolkodtató lehet számukra, az, hogy mi történt 43-44 után az advent történelemben. Egyrészt az emberek ráébredtek, a nagyon komoly munka vár rájuk. Tehát amikor átéltek a nagy csalódást, és megtapasztalták, hogy mi is történt a valóságban, felismerték azt, hogy Krisztus közben értünk, és hogy feladatunk van, ezek az emberek elkezdett nagyon komolyan buzgolkodni. Nagyon komolyan vették azt, hogy az igét még jobban meg kell ismerniük, és olyan megszerenítő, hogy arról olvasunk, Ellen White is leírja több helyen, hogy milyen volt
az, hogy emberek egész éjszaka tanulmányozták az igét, a térdeiken. És tényleg az volt a legfontosabb vágyuk, hogy Isten megismerjék. És az Isten parancsolatát, az Isten törvényét magasra tudják emelni. Rájöttek arra, hogy az Isten törvény esett rontást ki kell javítani. Legyen az például a 10 parancsolat, 4. parancsolata. Rájöttek arra, hogy a hitüknek a profétikus elemeit meg kell erősíteni. Nagyon komoly munkát végeztek, nagyon sokfelé vitték az evangéliumot, és sokfelé próbálták feltárni az emberek előtt, hogy a profécia népe az adventisták, és hogy az idők haladnak előre, és Krisztus nem sokára eljön. Ezek az emberek bizonyító íráshelyeket és szövegösszefüggéseket találtak, és örültek az új felfedezéseknek. A probléma azonban akkor kezdett el felnövekedni, amikor ezek az emberek már egyre inkább keresték azt, hogy hogyan lehet másokat még jobban meggyőzni. Már keresték a vitahelyzeteket, ahol érvelni, ahol kinyilatkoztatni lehet. Jó részük szépen lassan, de egyre biztosabban azzal vált, amivel vádolták őket, legalistákká. Egyre inkább a saját cselekedeteikre néztek, és nem Krisztusra. Egyre inkább abban bíztak, amit ők tudnak elérni, átadni, megvalósítani. És óriási munkát végeztek, tegyük hozzá. Számos földrész eljutott, rengeteg igazság, gyülekezetek alakultak, misszióközpontok alakultak. És én azt gondolom, illetve nem csak én gondolom, Ellen White erről ír, hogyha hallgattak volna Isten és a bizonságtételekre, akkor valószínűleg egészen másként alakultak volna az események. De azon is gondolkodtam, hogyha most összevetem magam, vagy nagyon lesakítva erről a két csoportról beszélek. Az egyik csoport az, akik Krisztusért égve várják az ő visszajövetelét, a másik csoport pedig az, aki igazságokat akar képviselni és meggyőzni másokat, akkor én hol vagyok most? Egyes szemesű személyben. Ezt mindenkinek érdemes feltenni magának. Hol látom most magamat? Mert én azt látom, hogy remény szerint haladok Krisztus felé. Nem akarok törvénykező lenni, nem akarok legalista lenni. Nem akarok könnyen elítélni másokat, helyzeteket, de azt látom, hogy néha mégis belecsúszok. Szeretnék Krisztusért égni, és még jobban őt tenni a középpontban, de nem mindig találkozom úgy vele, hogy ő szeretné ezt a teljességet. Tehát amit érzek, az mégis az, hogy felelősséget tartozom emberekért. A jelen munkámban, akár a gyülekezetemen belüli problémákért, vagy a gyülekezetemen belül élő testvérekért. Legszűkebb értelemben pedig ott Nágoson azokért a szerencsétlen sorsú szenvedélybetegekért, akik azért jönnek, hogy valahogy az életükben találjanak egészséges irányokat. Amit szomorúan szemlélek az elmúlt időszakban, hogy nem tudunk egészségesen konfliktusokat kezelni. Nem tudunk egészségesen hozzáállni a különböző, akár véleménykülönbségekhez sem. Nem tudunk egészségesen, valódi szeretettel, Krisztusért égve haladni előre is, és azon gondolkodtam, hogy amikor Ellen White a 85-ös események kapcsán megfogalmazott bizonságtételeket, hogyan próbálja visszavezetni az embereket Krisztushoz, az egészséges szemlélethez, az egészséges működéshez. És ezt azért is tartom fontosnak, hogy erről gondolkodjunk, mert nagyon sok olyan tapasztalatom van, ami szerintem nem csak az enyém, hanem a tiétek is lehet. Találkoztam például új testvérekkel, hogy elmondták, hogy ők mit gondolnak, és nagyon határozottan képviselték azt, hogy akár én miben látok másként. Most is emlékszem egy beszélgetésre, amikor valaki telefonon megfeddett, és én egy dolgot kértem tőle, hogy tegye hozzá a kijelentését azt, hogy szerintem. Mármint, hogy ő mondja azt, hogy szerinte így van, mert néha olyan rossz azt megtapasztal, hogy nem beszélgetünk egymással, hanem kinyilatkozhatunk egymásnak dolgokat. És a kommunikáció meghal akkor, amikor nem akarjuk meglátni a másikat ott, ahol van. Rossz volt azt tapasztalni, és néha úgy értelmezem ezt a jelen helyzetet, hogy mintha lenne egy ilyen betegség, ami a kommunikációt öli meg közöttünk. Tehát nagyon fontos, hogy megtanuljunk egészségesen kommunikálni egymással. És az nem könnyű. Hozzám gyakran fordulnak emberek, voltak még a terápiában is adventisták, most is van egy adventista fiatalember ott az alkoholgyógyszer és játékfüggők között. Vannak alkoholbeteg adventisták is, de vannak más fajta módon beteg adventisták. Hozzám olyan adventisták szoktak fordulni, akiknek tipikus adventista vagy kerakos függőségeik vannak. Mondok egy pár ilyet. Munkamánia, kényszeres segítségnyújtás,
társfüggőség, beteg istenképből fakadó beteg pszichés zavarok, étkezési problémák, szexuális problémák, olyan sok megbújó függőség és betegség mutatja azt, hogy valami feszültség van jelen. És amikor akár alkoholbetegek is kérnek segítséget, olyan jó lenne azt mondani nekik, hogy gyertek közénk. Gyertek a gyülekezeteinkbe, látogassátok a szombat Isten tiszteleteinket, mert hogy ott olyan szeretet, olyan összetartás van, olyan erő tapasztalható a soraink között, hogy ott tudtok épülni, és szépülni, és erősödni. De nem tudom gyakran ezt mondani. És fáj a szívem, amikor azt kell mondjam, hogy menjetek az anonim alkoholisták közé, ott vannak a sorstársak, mert ott találtok megértést, együttérzést, empátiát, segítséget, támogatást. Nem azt akarom mondani, hogy a közösségünk bizonyos gyülekezeteiben ez nem található meg. De én azt mondom, hogy vannak problémák, és ez engem gyakran feszít, hogy milyen a mi közösségünk. Milyen a mi megért szeret közösségünk egymással, és amikor valaki kívülről becsöppen, akkor az mit fog tapasztalni közöttünk. Szintén a konfliktus helyzeteknél maradva, nem olyan régen Erdélyben jártam, Kolozsvárra kaptam meghívást, ahol van egy központi nagy magyar gyülekezet, a 400 fős gyülekezet. Ritkán járok ilyen nagy gyülekezetekbe, de Magyarországon sincsen sok kerakos több száz fős gyülekezetünk, és azért hívtak meg, mert a helyi prédikátor testvér szintén bír alkoholbeteg felmenőkkel, mint én, és szeretett volna ott Erdélyben egy munkát elindítani az alkoholbetegekért. Eljött Nágocsra, ott volt egy hetet a mi intézményünkbe, és megbeszéltük azt, hogy elmegyek majd én is Erdélybe. Ott először tartok egy előadás sorozatot a városban, ez a 400-es város Kolozsvár, és majd próbálunk egy tábort is ott megvalósítani valahol, hogy elérjünk alkoholbetegeket. És hát érdekes tapasztalat volt ez a szombati. Egyrészt az, hogy rögtön így a sűrűbe raktak, mondták, hogy lesz tanítógyűlés, vezessem a tanítógyűlés, vezessek szombatiskolát, tartsak igehirdetést délelőtt, délután, előadás este is. Tehát ilyen nagyon sűrű napok voltak, és 3-4 napot töltöttem ott, és hát sokat voltam így közöttük. És érdekes tapasztalatokat gyűjtöttem. Az egyik érdekes tapasztalat például az volt, hogy mondta a lelkész, hogy hát nagyon sokan lesz, vagy legalább 10 szombatiskolai csoport, és ehhez képest ugye a gyülekezetnek ugye a harmada fele hiányzott. És kérdeztem, hogy mi történt, és kiderült, hogy aznap délelőtt hát nagyon sok diáknak volt ballagása, középiskolai diáknak volt ballagása, és hát több szülő a gyermekével, családostul nem az Isten tiszteleten voltak, hanem elmentek erre a ballagásra. De ami érdekes volt, hogy délután pedig teltház volt a gyülekezetben, ami meg nálunk nem annyira jellemző, tehát délután tényleg több százan voltak ott. És hogy elkezdtünk beszélgetni a lelkiszeletről a kérdésről, hogy például hogyan élik meg a szombatot, és hogy most mennyire szombatrontás vagy nem rontás az, hogy nem a gyülekezetben töltik a délutánt, hanem elmennek egy, ahogy tetszik, világi eseményre, egy ballagásra a szülők a gyerekeikkel. Nyilván több gyerek még nem jutott hitre. De azt is megdöbbentő volt megtapasztalni, ez a szép része volt, hogy délután az összes diák is ott volt, és a lelkész kihívta őket, kiálltak a gyülekezet elé, és minden gyermekért imádkoztak, sőt több gyermek is imádkozott, és a gyülekezettől kaptak ezek a fiatalok ajándékokat. És azon gondolkodtunk ezzel a lelkészel este, én tettem föl neki a kérdést, hogy hogyan is gyakorolják a hitüket, és hogy hogyan kezeli azokat a helyzeteket, amikor a testvérek nem egységesek egy-egy kérdésben. És felmerült ott egy szó, amit azóta is ízlelgetek, ez a szó pedig a tolerancia. És azért merült fel ez a szó, és azért ízlelgetem azóta is, mert nekem meggyőződésemé vált, hogy nagyon sokszor mi a tolerancia szót összekeverjük a megalkuvással. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy én azt támogatnám, hogy mondjuk menjenek a testvérek a gyermekeikkel világi rendezvényekre szombaton. De nagyon sokszor látom azt, hogy vannak olyan gyakorlati kérdések, amiben különbözőféleképpen gondolkodunk, és nem tudunk toleránsat tekinteni a másokra vagy másként gondolkodókra. Egy ilyen helyzetben például, amikor szülők elmennek a gyermekeikkel egy világi rendezvényre szombaton, ti mit tennétek? Ha tényleg egy gyülekezetnek a lelkészei. Hogyan viszonyulnátok a testvérekhez? Elmondta a lelkész, hogy ő például ilyenkor próbál a szombatról konkrétan igehirdetést tartani, de nem helyez fegyelmi alá egy szülőt, mondjuk, hogyha elmegy a gyermekével egy ballagásra.
És nem tudom, hogy ti mit tennétek ebben a helyzetben. Én beszélgettem egy kerakos lelkésztárssal, és ő mondta el azt, hogy amikor az ő lánya ballagott, akkor ő nem ment el, és megmondta lányának, hogy nem fog elmenni a lányának, viszont fontos, hogy ott legyen az anyja. A lánya még nem volt akkor megkezdett tagja a közösségnek, de nagyon fontos lett volna, hogy az anyukája ott legyen, és az anyja nem ment el. És azt mondta évekkel később, hogy ő azóta is bánja, hogy akkor szombaton nem ment el délután, és nem töltötte a lányával azt a, mit tudom én, egy órát. És nem azt akarom mondani, hogy ez vagy az a jó magatartás, hanem azt, hogy nem mindig könnyű megítélni egy ilyen helyzetet, és könnyebb berendezkedni ilyen vagy olyan álláspontra, vagy ilyen vagy olyan csoport mögé, és néha nehezebb gyakorolni a toleranciát, a megértést, a figyelmet, a másikhoz való közelülést. És ezzel kapcsolatosak a gondolataim is, hogy hogyan tekintek azokra, akik másként gondolkodnak, mint én. És hogyan tekintek azokra, akikre úgy, vagy akiket úgy látok, hogy ők tényleg rossz úton járnak. És valószínűleg, és könnyen lehet, hogy én látom jól. Hogyan viszonyulok ezekhez az emberekhez, és milyen veszélyforrások lehetnek. Én azt is megfigyeltem nálunk a mi közösségünkben, hogy mi a mi egységünknek az alapja. Lehet, hogy nem minden gondolatom egyezik a tiétekkel, és örülök annak, hogyha tudunk erről majd beszélgetni. Én azt figyeltem meg az itt töltött hát 17 évem alatt, tehát még nem vagyok nagykorú sem az itteni életemben, hogy ki nem mondod, de mégis jelenlévő motiváció az egységünkben, hogy van egy igazságbázisunk. Van egy tamberi tisztaságunk, ami a miénk. És nekünk ezt a tamberi tisztaságot, ez fontos, hogy védjük. És szerintem ez egy nagyon szép alapvető cél. De hogyha bennünket összekötő, értsétek jól, habarcs, az igazság vagy az igazságról alkotott képünk, akkor mi történik akkor, amikor valaki ehhez képest másként gondolkodik, vagy más gyakorlatot kezd el képviselni? Én gondolkodom így, vagy mi gondolkodunk valahogy, és valaki felvet valami más gondolatot, más szemléletet, más irányt. Ilyenkor jó esetben megpróbálom őt meggyőzni arról, hogy miért gondolkodik ő rosszul, vagy beszélgetést kezdeményezek vele. De én azt figyeltem meg, hogy ha ez nem sikerül, akkor az ilyen típusú emberek gyakran válnak, hát nem kimondva, de néha kimondatlanul ellenségi, vagy olyan emberi, akitől távol kell magam tartanom, mert veszélyt jelent számomra, vagy a közösség egészére nézve. És a legszomorúbbnak azt tartom, amikor az egység alapjává, vagy bizonyos emberek közötti egység alapjává nem a szeretet, hanem az válik, hogy harcolnunk kell valamivel szemben, vagy valamilyen problémával szemben. Ez nem lehet teljes egységet képező alap, de mégis sokszor tapasztalom, hogy így rendeződünk, akár én is, valakikkel egy tömbbe. És nagyon fontosnak gondolom azt a kérdést, hogy hogyan tekintek egy konfliktus helyzetre, hogyan viszonyulok egy másként gondolkodó emberhez, és ezzel kapcsolatban szeretnék idézni Ellen White-tól az idézett gyűjteményből. Elmondom, mi a szituáció, mert van egy több mint 20 oldalas bizonyságtétel. Kellogg testvér, amit bizonyára sokan ismeritek, és az, hogy milyen problémák voltak az ő hát, intézkedései kapcsán, hogy egy egészségügyi intézményt vezetett, és Ellen White és ő nagyon jó kapcsolatban voltak hosszú-hosszú évekig. Aztán megromlott Kellogg testvér kapcsolata a közösséggel, szépen lassan egyre inkább eltávolodott, és a saját elképzelései szerint járt, és a közösség kénytelen volt őt egy idő után hát kizárni, illetve elhatárolni tőle, és nem is erről szeretnék gondolkodni, hanem arról, hogy Ellen White hogyan védte Kelloggot. Hogyan szerette, hogyan támogatta azt az embert, akivel nem tudott egynevező lenni egy idő után. De mégis nagyon fontos volt az neki, hogy milyen a kapcsolata ezzel a testvérrel, aki másként gondolkodott, aki másként működött. És szerintem nagyon fontos tanulságokat tudunk leszűrni ebből a bizonyságtételből. Tehát aki szeretné majd átolvasni a Kiben bízhatunk első kötetéből, a 90., 100., 110. oldal környékén vannak ezek a bizonyságtételek. Először idézek tőle a 97. oldal. A nagyon komoly és fejbekólintos idézet ez Ellen White-tól. Az ember, ha csak testestül, lelkestül, szellemével együtt meg nem szentelődött, abban a veszélyben forog, hogy szeretet nélküli rideg lelkületet tanúsít azon testvére iránt, aki nem ért egyet elgondolásaival.
Istenben nincs ilyen szűkkeblűség. Ezt elolvasom még egyszer. Az ember, ha csak nem szentelődött meg teljesen, abban a veszélyben forog, hogy szeretet nélküli rideg lelkületet tanúsít azon testvére iránt, aki nem ért egyet elgondolásaival. Én sok hivat elkövettem, ezt, amit a legutóbbi itt megért testvérgyűlésünk is, és nagyon rosszul éreztem magam utána, hogy éreztem magamban ezt a fajta ridegséget, szeretet nélküliséget, és ez nem jó. És azt írja Ellen White, hogy ha csak meg nem szentelődött, ha csak közeled nem húzódik Istenhez, akkor ez jellemzi, hát mindannyiunkat sajnos. Képesek vagyunk ridegül, szemtelenül, hidegen, szeretetlenül beszélni, gondolkodni, viszonyulni azokhoz, akik másként gondolkodnak, másként működnek, mint mi. Az említett erdélyi lelkésztestvérrel beszélgettem, és mondta azt, hogy egy 400 fős gyülekezetben nagyon sok konfliktus helyzet van. Itt is van egy pár tucatnyi ugye, tag között, nem kevés feszültség. Gondoljatok, amikor 400 ember él együtt egy városban, egy gyülekezetben. És elmondta azt, hogy néha nagyon nehéz együtt megélni helyzeteket testvérekkel. És ha nem működne egy egészségesebb tolerancia szint, akkor itt már rég darabokra hullottak volna. És persze a nagy kérdés, hogy meddig van a tolerancia, és honnantól beszélhetünk valódi megalkuvásról. Meddig engedhetek, és hol van azt mondom, hogy itt már nem engedhetek, és itt pedig, hogyha a másik így gondolkodik, akkor sem tudok vele tovább haladni egy úton. Én nem is erről szeretnék veletek gondolkodni, mert ez egy óriási kérdés. Viszont arról szeretném, ha gondolkodnánk, hogy tényleg hogyan álljak azokhoz, akik másként gondolkodnak, mint mi, és szerethetjük akkor is egymást, hogyha bizonyos területeken alapvetően különböző a gondolkodásunk. És meddig lehet ezt megélni egészséges módon. Én például azt gondolom, hogy az én tolerancia szintem az sokkal alacsonyabb, mint másoké, és ebben törekednem kell a változásra. És én azt is gondolom, hogy szóvá lehet és szóvá is kell tenni azt, hogyha úgy látjuk, hogy egy másik testvérünknek a gyakorlata nem helyes vagy nem egészséges. De mi legyen a következő lépés? Tehát mit tegyek akkor, amikor egy adott helyzetben, egy adott gyülekezeti szituációban látok egy problémát, szóvá teszem, és mondjuk a másik nem változtat. A másik ugyanúgy működik tovább. Hogyan lehet szeretetben hordozni ilyen kérdést, hogyan lehet egészségesen tovább haladni, hogyan lehet kompromisszumokat kötni, egészséges kompromisszumokat, hogyan lehet gyakorolni a toleranciát és a szeretetet a testvéreim felé. Ez nem egy könnyű kérdés. Én is alapvetően a vívódásaimról szeretnék veletek együtt gondolkodni, persze az igése bizonságtételek fényében. És idézek most konkrétan arról a lelkületről, amit Ellen White sem támogat. Az említett bizonságtételben Butler testvérnek ír, ugye ő a generálkonferencia vezetője volt, és Butler nagyon élesen és nagyon durván támadta Kelloggot. És Ellen White Butler testvérnek ír ebben a helyzetben, és próbálja bátorítani és feddeni a magatartásában és a lelkületében. Ilyeneket ír neki például. A helyes hangot, a kellő csendülést nem hallottam ki leveledből. Nem látok kifejezéseidben olyan szeretetet és tiszteletet, aminek testvérek között lennie kellene. Nekünk inkább bátorítanunk kell azokat a férfiakat, akik azt bizonyítják, hogy terheket hordoznak, még ha fiatalabbak és tapasztalatlanabbak is. Még ha ők gyerekek voltak, és mikor mi már tevékenyen fáradoztunk a műben. Még ha csatában legelől álltunk is. De írja ezt Butlernek Kelloggal kapcsolatban. Aztán 106. oldalon ugyanebben a bizonságtételben a következőket olvassuk. Istennek nem tetsző, hogy testvéreink gyanakodva felvesznek egy-egy dolgot, egy-egy pontot és veszőcskét, és ezeket a morzsákat súlyos bűnökké kovácsolják, ragasztják össze. Népünk körében nagyban fog folyni a panaszkodás, a szőrszálhasogatás, a rosszindulatú pletykálkodás, a szapulás, ha azok példája bátorítja ezt, akik az Isten szolgáinak komoly ünnepélyes munkáját végzik. De elég kemény szavak ezek. És persze nem azt akarom mondani, hogy itt a közsorokban feltétlenül semmiségekről lenne szó, de arról mindenképpen, hogy ez milyen rombolást tud végezni ember és ember között. Ellen White ebben a bizonságtételben sokat ír arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, milyen legyen az alapvető megnyilatkozásunk a testvéreink felé.
például arról is beszél, hogy mi van a másként gondolkodókkal. Ezt írja Butlernek Ellen White. Ne ismerjük el, tán el mi, testvéreim, hogy Isten kegyelme más munkásokat támasztott magunk mellett, hogy tervezzenek, gondolkodjanak és tapasztalatot nyerjenek. Félváról vegyük tán őket, mert esetleg nem értenek egyet becsületesen és lelkiismeretesen a Szentírás néhány pontjának magyarázatánál. Mi talán csalhatatlanok vagyunk. Az a lelkület, amelyik ennek az értekezletnek nagyszámú küldöttein eluralkodott, az bizonyítja, hogy másféle lelkület vezeti őket. Ez egy másik értekezlet, másik helyzet, jó pár évtizeddel, századdal ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt, de azt írja Ellen White, hogy lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos testvérek vagy testvéreink másképp gondolkodnak, nem feltétlen becsületesen és lelkiismeretesen, akár nem feltétlen igei módon. És akkor Ellen White azt írja, hogy de mi talán csalkozhatatlanok vagyunk. Nem lehet, hogy mi is tévedtünk már párszor az életben. Ilyenkor hogyan viszonyuljunk egy másik testvérhez? Ilyenkor mit tegyek, amikor úgy látom, hogy ő rosszul gondolkodik, és én látok jól? Hogyan? És mi az egészséges emberi magatartás? Van egy másik bizonyságtétel, egy Ken Wright nevű atyafi kapcsán írja Ellen White. Ken Wright volt egy cikk nemrég az Idők jeleiben, és egy olyan testvérünk volt, aki nagyon tehetséges szolgálattevő munkát végzett, de aztán elfordult az adventizmustól. És Ellen White a következőket írja itt a 26. oldalon, Kennedy testvérről. Ő 1887. februárjában hagyta el az egyházat. És azt írja itt a bizonyságtételében Ellen White feddő módon, Isten nem úgy bánik a hitehagyókkal, és ha mégis mondani akarsz valamit, úgy mondjad, hogy ne kürtöld világgá, például a folyóiratban, írásos formában. Megmondom nektek, testvérek, rettegek, amikor látom, hogy olyan álláspontot foglaltatok el, amelyet másoknak megtiltottatok, amit másokban kárhoztattok. Nem hinném, hogy ez lenne az egymással való helyes bánásmód. És ezt egy olyan testvérrel kapcsolatban írja le, akiről azt írja pár oldallal később, Ken Wright Wayne viselkedése minősíthetetlen, ezért ne is törekedjetek lágy szavakkal és sima beszédekkel szépítgetni azt. Tehát ezt mondja Ken Wrightról később, de korábban meg azt írja, hogy ugyanakkor nem úgy bánik Isten a hitehagyókkal, ahogy viselkednek testvérek, és megfeddi őket. Elmondja azt is, hogy Ken Wright atyafi viselkedése menthetetlen, de akkor is szeretettel kell hozzá viszonyulni. És ennél, ha ezt hiányolom a soraink közül, hogy hogyan viszonyunk azokhoz, akiknek lehet, hogy tényleg feddésre szorul a magatartása. De mit teszünk, hogyan viszonyulunk, hogyan segítjük őket? Például Kellogg-gal kapcsolatban írja le azt Ellen White, és nekem ez egy nagyon megdöbbentő szempont volt, eddig soha nem gondoltam erre. Azt írja Butlernek, úgy viselkedhetsz, hogy annyira meggyöngíted Kellogg atyafinak a testvéreibe vetett bizalmát, hogy testvérei nem tudnak majd segíteni neki, amikor segítségre lesz szüksége. Ezt elolvasom még egyszer. Úgy viselkedhetsz, hogy annyira meggyöngíted Kellogg atyafinak a testvéreibe vetett bizalmát, hogy testvérei nem tudnak majd segíteni neki, amikor segítségre lesz szüksége. Ellen White is látta, hogy Kellogg rossz irányba megy. De azt is látta, hogy ha rossz irányt elkezdik kipellengérezni és nyíltan feddeni, akkor amikor a rossz irányának a gyümölcsei beérnek, akkor Kellogg már nem fog a testvéreihez fordulni, hanem faképnél hagyja őket. És az észben meg is történt. És én azt gondolom, hogy ha mi találunk egy problémát, egy rosszul működő testvért, és nem óvjuk az ő becsületet, hanem esetleg elkezdjük nyíltan kipellengérezni, támadni, bántani, és lehet, hogy jól látjuk, hogy a testvér rossz irányba megy, és be fognak írni a cselekedetnek a gyümölcsei, de amikor majd ott lesz, és tényleg elbukik, akkor hova fog fordulni? Ez szempont a nekünk testvérek. Szempont akkor, amikor látunk egy testvért rossz irányba menni, hogy óvjuk és védjük, és imádkozunk érte, hogy mivel látjuk, hogy merre halad, látjuk, hogy az út az rossz irányba visz, és szenvedni fog, hogy akkor mi ne bántsuk, esetleg fedjük meg, ha kell, de ne gyengítsük az ő felénk vagy más testvérbe vetett bizalmát, mert lehet, hogy úgy fog elfordulni az egész közösségtől, ahogy láttunk is erre már példákat, én is láttam az elmúlt 17 évben, hogy ez nem az Isten akarata szerint való. Sokat lehetne még idézni ebből a bizonyságtételből, nem szeretnék mindent felolvasni, még egy-két olyan gondolatot, ami nekem sokat jelentett. Ezt írja Ellen White, 90. oldal ugyanitt.
A legkisebb szükség sincs köztünk, testvéreim, a széthúzásra és nézeteltérésre. Ilyesminek nem lenne szabad előfordulnia a keresztények között. Mikor szóltok, szavatok mindenkor illatozzék egységtől és szeretettől. Keresztények vagyunk. Hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy hogyan viselkedjünk egymással szemben? Krisztus a lehető legvilágosabb szabályt állította elénk, hogy azt kövessük. És idézi itt a hegyi beszédet, ha ajándékodat oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, békél meg a te atyád fiával, és aztán eljövém, vidd fel ajándékodat. És itt jön még egy szomorú gondolat. A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszály támaszt testvér és testvér, fele barát és fele barát közt. Akik azelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideggé és közömbössé válnak egymás iránt, csak mert nem mindenben értenek egyet. És van egy nagyon megdöbbentő gondolat ennek a szakasznak a végén, egy mondat, de szögfejére üt, az vezet széthúzásra, hogy a lélekből hiányzik Krisztus. Azon kívül, ha valaki beképzelt önhit. Két gondolat. Az vezet széthúzásra, hogyha hiányzik a lélekből Krisztus, és hogyha valaki a természetében beképzelt és önhit. Ha nincs beképzeltség, és a Krisztus a helyén van, ott van a lélekben, akkor is lehetnek problémák, de egy csomó olyan széthúzás, egy csomó olyan feszültség távozhatna a soraink közül, ami lehetséges, hogy akár itt is jelen van. A megoldáshoz közeledve, milyen konkrét javaslatai támogató megjegyzései vannak Ellen White-nak? Sok megszívlelendő dolgot találhatunk ezek között. Például idézek a 94. oldalról egy gondolatot. Valaki céloz, a problémáról is beszél, aztán a megoldásról. Valaki céloz valakire, vagy balgán feltételez valamit, más valaki továbbadja az így rátett benyomást, a harmadik felkapja, hozzád ő is emberi képzeletéből, és mielőtt bármelyikük észbe kapna, hogy mit is művel, addigra már erős válaszfalakat építettek Isten munkásai közé. Figyeltetek ezt a folyamatot? Célzás, feltételezés, továbbadás, egy-egy benyomás, és ezek a célzások, feltételezések, benyomások vastag falakat tudnak építeni testvér és testvér közé. Az így félrevezetett emberek, mert félrevezetődhetnek emberek, arra vezethetnek, vagy arra vezethetnek, hogy az ő meggyőződésük az igaz, és minden kétséget kizáróan csak az ő oldalukon van az igazság. A sátán efféle áskálódása ellen az egyetlen biztosíték, egyetlen menedék van, és itt jön a fontos gondolat, az, hogy az igazságnak kell, amint az Jézusban van, beültetve lennie minden emberben, aki az Isten művében munkálkodik, nem csupán elméletben, hanem az Isten lelke által. Érezniük kell az igazság hatalmát, és tapasztalatból ismerniük az igazságnak a lélekre gyakorolt megszentelő és felemelő hatását. Ez szép gondolat. Tehát a Jézusban megtapasztalható igazság. Ez más, mint az igazság önmagában, a Jézusban megtapasztalható igazság. Szóval egy másik gondolat, 91. oldal. A megszenteletlen nagyra vágyás gyűlöletes az Úr előtt. Ez azzal árulja el magát, hogy elsők akarnak lenni, egyesek, mert felelősséget hordoztak, és nem bölcsen esetleg túl sok terhet. Ez lehet bármelyikük, aki túl sok terhet hordoz egy közösségen belül. Helyesbítsünk hát most ezeken a dolgokon. Minden egyes ember viselje a maga részét a gondolkodásból, tervezésből, mindenki tegyen szert tapasztalatokra. Nem Isten munkáját végzed, mikor lebecsülöd azokat, akik ugyanabban az ügyben ugyanazzal a céllal munkatársai, mint amiben te magad. Add be nekik ugyanazokat a lehetőségeket, hogy tapasztalatot szerezhessenek, és önállóságot, mint te is. És amit szeretnék még idézni, az, ha már idéztem Ellen White-tól, illetve nem is tőle, hanem ő utal a Bibliára, mi van akkor, amikor tényleg megemlékezünk arra, hogy valakinek van ellenünk panasza, van ellenünk feszültsége. Egyértelműen a Krisztusi parancs, menjünk el és béküljünk meg. Keressük a közösséget, keressük a közelséget. Akkor is, ha nem mi érezzük magunkat hibásnak, de tudjuk, hogy valakinek panasza van ellenünk, menjünk elébe ennek a helyzetnek. Próbáljuk meg megbékélni a másikkal.
A Gondolatok a hegyi beszédről című könyv nagyon megszívendő is, és konkrét tanácsokat és felhívásokat tartalmaz. Ebből szeretnék még egy párat idézni, tartva az időkereteket. Itt a békéj meg vele gondolathoz fűzi a következőket hozzá Ellen White. Mikor valaki állítólag Isten szolgálja, de megbántja testvérét, vagy árt neki, akkor hamisan képviseli Isten jellemét testvére előtt. Ezért be kell vallani a helytelenségét, elismerni, hogy bűnkövetett el. Vétke miatt lehetetlen Istennel állnia összhangban. Ő talán súlyosabban bántalmazott minket, mint mi őt. Ez mégsem csökkenti felelősségünket. Ezt elolvasom még egyszer. Ő talán súlyosabban bántalmazott minket, mint mi őt. Ez mégsem csökkenti felelősségünket. Én gyakran hallottam testvérek az érveléseinkben azt mondani, és most vonatkoztassatok el a jelen helyzettől. Általában ezt lehet hallani házastársak között is. Hogy én csak azért teszem ezt, mert a másik ezt tette. Amit én teszek, vagy amit az a másik ember tesz, az csak reakció arra, ami történt. De szerintem ez soha nem egy egészséges keresztény érvelés. Most, ha nagyon durván sarkítva akarom ezt mondani, én csak azért ütöttem vissza, mert ő is ütött. Én csak azért bántottam, mert ő is bántott. Én csak azért teszem ezt, mert ő azt tette. De soha nem menthetem a saját rossz cselekedeteimet vagy működésemet a másik ember hibájával. És ezt írja Ellen White is. Talán súlyosabb a másik hibája, mint a miénk, ez mégsem csökkenti az én felelősségemet. Ha Isten elé járulva eszünkbe jut, hogy valakinek panasza van ellenünk, hagyjuk ott könyörgésünk, hogy háladásunk, adományunk ajándékát, keressük fel testvérünket, és valljuk be bűnünket, és kérjük bocsánatot, és rendezzük a helyzetet. Ez egy fontos alapelv, és nem kerülhetjük meg. Vagy egy másik számomra még megdöbbentőbb szakasz, ugye azt is leírja Ellen, nem Ellen White, hanem arra is utal Ellen White, hogy Jézus elmondta a hegyi beszédben azt, hogy amikor azt mondja valaki a testvérére, hogy ráka, akkor az mire méltó? Emlékeztek, hogy ott mit ír Jézus, vagy mit mond Jézus? Méltó Gehenna tűzére, hogyha azt mondja valaki egy másik ember a testvérére, hogy ráka, hogy bolond. És ezt írja Ellen White, az Ószövetség idején a bolond szót a hitehagyóra, vagy a magát gonoszságra adó emberre használták. Jézus azt mondja, hogy ha valaki hitehagyónak vagy Istent megvetőnek pecsételi meg testvérét, ezzel ugyanilyen károsztatásra, ítéletre méltónak bizonyítja magát. Van ilyen a soraink között, testvérek? Képes vagyunk akár itt a helyben is, vagy nagyobb szinteken egymást hitehagyónak, hitetlennek, gonosznak bélyegezni? Alávalónak? Tudjuk a mások indítékait feltételezni és azt kijelenteni? És erre azt írja Ellen White, és ezt mondja Jézus is, hogy itt a ráka szó az Ószövetségben a hitehagyásra vonatkozott a magát gonoszságra adó embernek. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki hitehagyónak vagy Isten megvetőnek pecsételi a testvérét, ezzel önmagát is elítéli. És épp ezért vigyáznunk, ezek nagyon határozott kijelentések, nagyon határozott bizonyságtételek. És azt is tudjuk, ez a szakasz szokott lenni gyakrabban idézve Ellen White-tól, a 117. oldal. Itt a Szálka Gerenda kérdésben, hogy mit nézünk a másik testvérünk szemében, és mit nem látunk a sajátunkéban. Azt írja itt Ellen White. Jézus szavai olyan embert írnak le, aki gyorsan észreveszi másokban a hibát. Egyébként ez mindegyünkre igaz. Én is nagyon könnyen észreveszem másokban a problémákat, akár a feleségemben, akár a rehabilitáción, a szenvedélybetegek életében. És olyan megdöbbentő szembesülnöm azzal, hogy néha mennyire avak vagyok a saját bűneimmel kapcsolatosan. Olyan megdöbbentő, hogy magamnál elnézek ekkora dolgokat is néha, és másoknál meg ekkorákat is képes vagyok felnagyítani. Amikor úgy véli, hogy valakinek a jellemében vagy életmódjában valami kivetnivalót fedezett fel, nagy lendülettel igyekszik arra rámutatni. Jézus azonban kijelenti, hogy az ilyen keresztényietlen foglalatossággal kifejlesztett jellemvonás a megbírált ember hibáihoz képest olyan, mint a szálka a gerendához mérten. A türelem és a szeretet hiánya viszi arra az embert, hogy hegyé fújja fel a porszemet. Akik sohasem tapasztalták meg a Krisztusnak való teljes átadás alázatos szívűségét, azok nem is gyakorolják életükben a megváltó szeretetének lágyító hatását. Rosszul képviselik az evangélium örömüzenetének gyengéd, előzékeny szellemét, így drága lelkeket sebeznek meg, akikért pedig Krisztus az életét adta. Ezek is komoly felhívások. És azon gondolkodtam, mégis tényleg az utolsó perceket szeretném még erre használni, hogy hogyan küzdött
és milyen példát adott számunkra Isten vagy Krisztus. Tehát hogyan küzdöttek ők a látszólag teljesen elsötétült és Istentől elfordult gyermekeikért. És milyen gyümölcsei lettek mindennek. Azon gondolkodtam, hogy én vajon elfordultam-e volna például a parásznál előre kitervetten tudatosan gyilkoltató Dávidtól. Én mit tettem volna a keresztényeket öldökléstől lihegve üldöző Saulussal? Hogyan viszonyultam volna az Isten népét nyomorító, 55 évig nyomorító Manassé királlyal? A saját mennyével paráználkodó Júdával, és sorolhatnám azokat a bűnöket, amik ott vannak a Bibliában. És azon is érdemes elgondolkodni, hogy Isten persze a bűnnek soha nem örült, a bűnt mindig megfette. De hogyan viszonyult a bűnös emberhez? Egy Dávid megtért, és Isten szíve szerint való király lett. És azért lett Isten szíve szerint való, mert képes volt megalázni magát. De ehhez kellett az a fajta szeretet, ami mindig lehajolt a testvéreért. És szerintem fontos, hogy mi tudjunk így lehajolni egymás felé, akkor is, hogyha a másik esetleg bűnben van, vagy gonoszságban van. Nézzük meg, hogy mi lett Saulussal. Mi lett volna vele akkor, hogyha nincsenek ott a testvérek mellett? Ha nincs mellette például egy Barnabás. Nem vezeti be a keresztények közé, nem támogatja. Persze rengeteg előítélet is felnövekedett vele szemben. Nem véletlenül, mert nem viselkedett egészséges módon. De mellette voltak emberek, testvérek, támogatták őket, és itt tudott felnőni. Egy Manassé meg tudott térni 55 év gonoszságai után is, mert Isten a szívére beszélt. Egy Júda is meg tudta magát alázni, bár súlyos gonoszságokat követett el. És én azt gondolom, hogy ezek példák, és én arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy nem mondjunk le egymásról. Bárhol is érezzük magunkat, bármelyik csoport mellett, ne engedjük meg, hogy sátán győzedelmeskedjen. Ne engedjük meg, hogy úgy váljunk egymásnak az ellenségeivé, hogy közben még rengeteg lépést tehetnénk egymásért, rengeteg konkrét segítséget kérhetnék Istentől és a testvéreinktől is. Van felelősségünk, én még egy utolsó idézettel szeretném zárni, illetve kettővel. Mind a kettő az Evangélium Szolgái című könyvből származik. Van egy konkrét fejezet, ami a nézetkülönbségek kezeléséről szól, és szeretnék én idézni két rövidebb bekezdést zárásul. Az egyik így szól, ne menjetek bele úgy a vitába, pláne amikor nagy tét forog kockán, hogy képességeitekre és az erős bizonyítékokra hivatkoztok. Tudunk hivatkozni bizonyítékokra, ugye? Nem ritkán. Ha nem tudjátok elkerülni a vitát, bocsátkozzatok bele. Ezt azonban Istenben bízva tegyétek, alázatos szívvel és Jézus indulatával, aki azt mondta, hogy tanuljunk tőle a szelíd és szívből alázatos mestertől. És a számomra a legfontosabb és leginkább megszégyenítő és alázatra késztető vagy bűnbánatra késztető gondolat. Tanításaitok befolyása 10-szerte nagyobb volna, ha gondosan ügyelnétek kifejezéseitekre. Szóval olvasom még egyszer. Tanításaitok befolyása 10-szerte nagyobb volna, ha gondosan ügyelnétek kifejezéseitekre. A szavak, amelyek az élet illatává lehetnének, az azokat kísérő lelkület miatt a halál illatává válhatnak. Ez is egy fontos mondat. Szavak, amelyek az élet illatává lehetnének, tehát nem a szavakkal van a gond, azok jó szavak és építő szavak lehetnek, de az azokat kísérő lelkület miatt a halál illatává válhatnak. Gondoljatok arra, hogy ha lelkületetekkel vagy szavaitokkal csak egy lélek előtt is bezárjátok az ajtót, akkor az a lélek az ítéletkor szembeszáll veletek. Ezek kemény, kemény gondolatok, de ragadjuk meg belőle azt, ami a bátorítás, fordítsuk meg. Lehet, hogy a szavunk az 10-szerte nagyobb befolyást képes árasztani, mint eddig tudott. Lehetséges, hogy tudunk olyan szavakat találni, amik jó szavak, és a helyes lelkülettel meg tudunk nyerni testvéreket. Olyanokat is, akik esetleg rossz úton járnak. És én azt kívánom, hogy amit leír számunkra Krisztus a hegyi beszédben, azok az alapelvek, az ítélkezésről, a másik megkövetésről, vagy a másik utánamenésről, és amiket Ellen White leír, azok a helyzetek, amiket olvashatunk, érdemes tovább olvasni ezeket a bizonságtételeket, azok megteremessék azt a gyümölcsöt, hogy mi nem mondjuk le könnyen egymásról. Mi akarjunk küzdeni egymásért. És ha valaki másként gondolkodik, annál inkább keressük a vele való közösséget. És tényleg azt, hogy hogyan lehet testvérként viszonyulni hozzá.
Én ezt kívánom, és az ebben való fejlődést és megszentelődést kívánom mindannyiunknak teljes szívemből. Amen.